Gömörország magyar kultúrájának emblematikus személyiségére, Benedek Lászlóra emlékeztek Rimaszombatban. A Kultúráért Gömörben és a Gömörön túl polgári társulás Benedek László fotóművész, barlangkutató, a magyar kultúra lovagja meg nem élt 70. születésnapján szervezett emléknapot a Csillagházban. Terveztük mindenképpen, hogy a 70. évfordulóra lévén, hogy egy kerek, egy hozzá méltó az ő széleskörű tudásának, egyéniségének, és neki, mint embernek egy méltó születésnapot rendezzünk, és úgy gondoltuk, hogy bár decemberben váratlan hirtelenséggel távozott, itt hagyott bennünket, ezt a tervet folytatnunk kell. Tulajdonképpen a Benedek László 70 programsorozat januárban el is indult Tarcalon, a Magyar Kultúra Napja tiszteletére elkezdtük, és már látható volt ez a kiállítás. Ez a kiállítás Tarcalról vándorolt Bódvaszilasra, mindkét helyen több mint másfél hónapon keresztül láthatta a közönség szervezett tárlatvezetésekkel egybekötve. Művelt a csodát, ne magyarázd, írta Nagy László, a táltos költő. Minden alkotó ember érzi ennek az igazságát. Ezért nem is venném a bátorságot, hogy Benedek László itt látható képeit magyarázni, netán elemezni próbáljam, hiszen egyrészt magukért beszélnek, másrészt ezt az értő közönségre bízom. Inkább magáról az alkotóról, az emberről szólnék, akit a távolság ellenére is mindig úgy éreztem magamhoz közelinek, mint földimet, barátomat. Olyan embernek, akinek a hitelességéhez soha egy percig nem fért kétség, és aki az utolsó ingét is odaadta volna barátainak. Kövesdi Károly szavait Sebők Valéria tolmácsolta a megjelent érdeklődőknek. Benedek László több alkalommal nyerte meg a Barlangkutatók Világszövetsége fotóversenyét. 8 éven át őt tartották a világ legjobb barlang- és természetfotósának. Ő alapította a Gömöri Fotóklubot és alapító tagja a Kultúráért Gömörben és a Gömörön túl polgári társulásnak. 2019-ben a Magyar Kultúra Lovagja címmel jutalmazták elhivatott munkásságát, amelyet az egyetemes és a magyar kultúra ápolása érdekében fejtett ki. Egy hihetetlenül teherbírás, kreatív, önzetlen, tedrekész embert ismertem meg, aki ráadásul szem előtt tartja mindig a kulturális értékteremtést, a kapcsolatok bővítését, és mindezt teszi alapvetően, önzetlenül, alapvetően a települése, a térség, a nemzet, a haza érdekében. A Fénnyel írva című kiállításon portrék, tájképek, de talán a szívéhez legközelebb álló, a barlangkutatások során készült fotók is megtekinthetők. 2008-ban ismerkedtünk meg fényképezőgéppel a kezében, amikor Beretkényi Art Murányi áttörést fényképezte. Ennek a csodáit örökítette meg, és ezután, ahogy megismerkedtünk, elmondta, hogy ő ma régebben járt Beretkén, mint barlangász, innen ismeri a környéket, a falut, amit később is úgy emlegetett, hogy Beretke a szívem csücske, szívem ügye. Nagyon sok munkát fektetett Beretkére, és bárhová járt, mindenütt törekvítette községünk hírnevét, hozta a turistákat, behozta a fényt Beretkére. Így mondhatnám. Laca bol vynikajúci človek, bol to veľký motivátor pre nás ako jaskyňarov z Rimavskej Soboty. Venoval sa hlavne jaskynej fotografii. Bol jeden zo zakladajúcich členov vlastne oblastnej spologickej skupiny Rimavská Sobota a Slovenská spologická spoločnosť mu za jeho zásluhy a úspechy v jaskynej fotografii udelila striebornú medailu in memoriam. A rendezvény a helyi temetőben ért véget, Benedek László sírjánál, ahol a nagybologi Tóth Zoltán költő és Dráfi Mátyás, a Komáromi Jókai Színház örökös tagja, a magyar kultúra lovagja is megemlékezett a neves fotóművészről, barlangkutatóról. A nagy világon e kívül nincsen számodra hely.
áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell.